Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Legújabb videónkban azt szeretnénk bemutatni, hogy otthoni háztáji méretben is mennyi mindent meg tud termelni magának az ember. És bár már most az ősz felé kanyarodunk, sőt már lassan nyakunkon a tél, azt gondolom, hogy most értünk el arra a pontra, amikor muszáj megmutatnunk azt, hogy az emberek mennyire kiszolgáltatottak, hogyha a boltok polcaitól várják a megoldást és a mindennapi betevő falatot, illetve lehet választani egy másik utat, amikor saját magunknak próbáljuk megtermelni az alapvető élelmiszereket, ezen belül is pedig a zöldségféléket, illetve háztájban ugye az állattartás is tud adni nekünk olyan produktumokat és termékeket, amivel el tudjuk látni a családot. Mai beszélgető partnereim pedig nem mások, mint önkormányzati képviselőnk Jozó Tamás, de van itt önfenntartó közösségnek a tagja, illetve van méhészünk is. Velük most azt a témakört próbáljuk bejárni, hogy hogyan lehet egészségesebben élni, hogyan lehet ezt a kiszolgáltatotti viszonyt minél kisebbre csökkenteni, és minél több mindent előállítani itthon, saját magunknak. Ti hogy látjátok, mi az az első lépés, amit meg kell tenni ahhoz, hogy az ember önellátó és önfenntartó legyen? Hát az én részemről ez abban nyilvánul meg, hogy egy szemléletváltás. Óhatatlan és okvetlen fontos. Felismerni azt, hogy merre haladunk, és egy szemléletet váltani. Ez ugye nálunk abban csúcsosodott ki, hogy egy új technológiát, amiről majd Poli és Dali fog pár szót mondani, kipróbáltunk otthon. Egy olyan komposzt alapú mezőgazdaságot, kiskertet hoztunk létre, amiben szeretnénk kitapasztalni, hogy hogyan tudjuk megtermelni saját magunknak egészségesen, nagyobb mennyiségben, jobb minőségben, vegyszer nélkül az élelmiszereket, és én ezt a technológiát próbáltam ki, és ebben segítem esetleg az érdeklődőket, hogy ezzel meg tudjanak ismerkedni. És ha jól tudom, akkor te az mellett, hogy az önellátás, önfenntartás iránt érdeklődesz, és próbálod saját magadnak ezt előteremteni, bioboltot is üzemeltetsz. Igen. Ami miért fontos? Miért kell az embereket minél inkább a természetes dolgok felé terelni? Elég régóta, én már 35 éve foglalkozom egyébként ezzel az egészségmegőrzés témakörével, és durván olyan 8 éve nyitottuk ezt a bioboltot, és azt látom, hogy az emberek általános egészségi állapota az nem feltétlenül javul. Kifejezetten romlik. Kimerem jelenti az, hogy romlik. És ezzel lehet változtatni, és ezt nyilván lehet táplálék kiegészítőkkel, teákkal, különböző készítményekkel, de az alapja mindennek az élelmiszer. Mit eszel, mit viszel be a testedbe? Ha egy rossz fajta azzal válunk, amit megeszünk, ugye? Ha egy rossz fajta élelmiszert viszel be, akkor azt próbált kompenzálni a különböző készítményekkel, vagy ne isten gyógyszerekkel, de sokkal egyszerűbb a megfelelő. Megelőzni a bajt. Így van. Preventíven. Abszolút. Pali, Dani, ti ezt hogy látjátok? Mindenféleképpen megerősítem, amit a Tamás mondta, tehát nagyon fontos az, amit elfogyasztunk. A legfontosabb dolog ugye, hogy ez egy jó minőségű étel legyen, mert aki amit eszik, azzal fog válni. Azzal válik, így van. Ha egy beteg és egy romlott ételt eszünk, ugye, akkor attól általában rosszul vagyunk. És ez ugyanígy megy egy finom szinten is, hogyha ezek a növények és ezek az ételek, amelyeket elfogyasztunk, termékek, ezek tele vannak pumpálva vegyszerekkel, műtrágyákkal és mindenféle gyomírtószerekkel, és akkor még nem beszéltünk a nehéz fémekről. És a GMO-ról, igen. Igen. Akkor elkerülhetetlen, hogy megrövidüljön az életünk, nagyon sok hasznos, értékes időt veszítsünk el az életünkben ahhoz, hogy más komoly dolgokkal foglalkozzunk, akár a hazaszeretettel, akár a földünknek a megvédésével. Lokálpatriotizmussal, a gyerekeinkkel. Gyerekünkkel, ugye? Tehát családunkkal. És mind a mellett ugye, hogy ezeket figyelembe véve azokat az időket éljük, amikor most sajnos ez erősödik a világban, hogy így kényszerítenek meg minket arra, hogy kilépjünk abból a komfortzónából, amiben eddig beleszoktattak bennünket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy legalább odáig jusson el valaki, hogy legyen neki egy kertje. Egy olyan kert, amiből tudja, hogy ő mit vesz ki, tudja, hogy mit rak bele, és tudja azt, hogy ha ezt a gyermekeinek odaadja, vagy a nagyszüleinek, vagy a szüleinek, vagy akárkinek a családból, vagy ismerőse köréből, akkor ezt egy biztos tápláló, felemelő étellel, élelmiszerrel fogja ellátni. Ugye ezért fontos ez a dolog a kertészetbe, úgy, mint a méhészetbe is, például mi méhészettel is foglalkozunk, a Dániel többet fog tudni erről mondani. Most ugye, hogy itt állunk ezeknél a kerteknél, itt láthatjuk azt, hogy itt már elkezdődött ennek a rendszernek a kiépítése, vagy telepítése. Itt ugye gyakorlatilag az idei évben már megpróbálták ugye azt a,
azt a minőséget hozni, ami ahhoz kell, hogy legalább ne legyünk betegek attól, amit megeszünk. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Hogyan kapcsolódnak a méhek ide, Dani, hiszen te ezekkel a nagyon apró és szorgalmas kis lényekkel foglalkozol? Hát én kb. 10 éve vagyok méhész, és próbálok önfenntartóan élni, fölásni a kertet, stb. Nagyon sok fizikai munka van. A méhek azok úgy jönnek ide, hogy ha megfelelő növényzetet használunk, mondjuk nagy mezőgazdaságban, nem csak azt csináljuk, hogy szántunk. Monokulturális termesztést. Akkor be tudunk vonni olyan növényeket is, ami mélylegelőként tud szolgálni. Például facélia. Vagy mustár, ami ugyanúgy jó a talajnak. Tehát talajjavító hatása is van az mellett, hogy mélylegelőként funkcionál. És hát ha jól értem, akkor gyakorlatilag mindannyian arról próbáljuk meggyőzni a kedves nézőket, hogy hogyan lehet kicsiben, háztartási méretben egészségesebbé tenni a saját magunk életvitelét, illetve hogyan lehet előállítani azokat a legszükségesebb élelmiszereket, amik aztán a család asztalára kerülhetnek, és megpróbálják majd helyettesíteni azokat a multik által kínált, sajnos rengeteg gyomirtóval és növényvédőszerrel és műtrágyával és minden mással elfertőzött élelmiszer alapanyagokat, amiket ők kínálnak monopol helyzetben, hiszen láthatjuk azt, hogy energiaválságos időszakokat élünk. Ezt még valahol meg is érteni az ember, hiszen hogyha az oroszok elzárják a gázt, akkor elméletileg meg kell, hogy álljon az élet. Bár itt vidéken mi ezt teljesen máshogy értelmezzük. Szerintünk mi nem függünk itt vidéken az orosz gáztól sem, de az, hogy agrárországként mi az élelmiszer behozataltól, más országok termelésétől függünk, az egészen elfogadhatatlan és egészen elképesztő. És hát látjuk azt, hogy itt az előző két évben, amikor ez a Covid-járvány ez kitört, ez a Covid mizéria, ez napvilágot látott, akkor az embereket mennyire lehetett befolyásolni, mennyire lehetett stressz helyzetbe hozni, hiszen egész egyszerűen tömegverekedések törtek ki a boltok polcainál, egészen egyszerűen azért, mert máról hónapra elfogyott egy termék. Tehát nem arról volt szó, hogy hosszú hetekig nem lesznek feltöltve ezek a polcok, hanem csak arról volt szó, hogy a mai napon kifogyott ez a termék, holnap az áru feltöltők újra kipakolják. Ezt a függőségi viszonyt szükséges megszüntetni, hiszen amíg függünk valamitől, azig annak a rabjai vagyunk, illetve addig a rendszer gyakorlatilag azt csinál velünk, amit akar, és hát láthatjuk, hogy mennyire abszurd az a helyzet, amikor egy liter tejet lehet venni Magyarországon. Én mindig azt szoktam mondani, a saját kis szülőfalu mellett 15 kilométerre van egy település, ahol minden reggel és minden este 3000 fejős tehenet fejnek meg, és a 89 éves második világháborút is megélt, és a vadkommunizmus is megélt nagyapám nem érti, hogy miért egy liter tejet lehet venni, amikor még a kommunizmus alatt sem volt ilyen, főleg úgy, hogy a 3000 fejős tehén tőlünk 15 kilométer van. Ez csak azért történhet meg, mert ennek a 3000 tehénnek a tejét azt elviszik minden reggel és minden este Olaszországba, mi pedig egy litert tudunk levenni továbbra is a boltok polcairól, tehát egészen elképesztő ez a függőségi viszony, egészen elképesztő az, hogy megpróbálnak minket mesterségesen kiszolgáltatott sorba taszítani. Talán az, hogy mi most itt vagyunk, és megpróbáljuk bemutatni, megpróbáljuk szemléltetni azt, hogy hogyan lehet az ember önellátó, hogyan tud az önfenntartás irányába lépni. Ez lehet az első lépés ahhoz, hogy meghozzuk az embereknek a kedvet ahhoz, hogy ők is ehhez a táborhoz tartoznak. Láthatjuk, hogy a nagyipari mezőgazdasági termelés az hogyan válik egyre kiszolgáltatottabbá, hiszen látjuk, hogy az input anyagoknak az ára az egekbe van, látjuk azt, hogy a legtöbb gazdálkodó már jövőre nem fogja tudni megvásárolni sem a műtrágyát, sem a növényvédőszereket, és azt is látjuk, hogy egyébként a megtermelt javaknak, a megtermelt terményeknek az ára is a tavalyihoz képest a kétszerese, háromszorosa, de mondjuk a napraforgó esetében akár a négyszerese is lehet, és azt is tudjuk, hogy ha jövőre ezeket az input anyagokat nem fogja tudni megvásárolni a legtöbb kis termelő, akkor egész egyszerűen ez a termés átlag feleződni fog, még ezután az aszályos év után is valószínűleg. Ez azt eredményezi, és azt fogja maga után vonni, hogy az ára az tovább fog duplázódni, és tovább fog feljebb menni. Na de hát mi ne a nagyipari termelésből induljunk ki, mi ne abból induljunk ki, hogy milyen az, amikor valaki több hektáron gazdálkodik, mi induljunk ki abból, hogy mit tudunk mi háztáji viszonylatban megcsinálni, hogyan tudjuk mi a saját növényeinknek a tápanyagot megadni, hogyan tudjuk mi a termés átlagunkat maximalizálni.
Pali, ennek te vagy a nagy szakértője, hogyha jól tudom, itt mögöttünk pont a te szakterületed található egy komposzt halom. Mit lehet erről tudni, hogyan lesz ez jótékony hatással a mi kertünkre és a termésünkre? Nagyon köszönöm, Dávid, hogy föltetted ezt a kérdést. Igazából ezzel fejen találtad a szöget, mert egy nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy tisztában legyünk azzal a dologgal, hogy a Föld, ő egy, azért mondom, hogy ő, mint egy személyiség, mert hogyha így foglalkozunk vele, akkor ugye adunk neki. Tehát nem csak elveszünk tőle, hanem adunk is neki. És ez nagyon fontos dolog, mert ha csak mindig elveszünk, egy idő után ki fog merülni. Hát igen, ugye a monokulturális termelés az pont erről szól, hogy csak kizsákmányoljuk, csak kiszipolyozzuk, tehát itt adunk is neki. Mit adunk neki egészen pontosan? A lényeg az, hogy ugye mi készítünk komposztot, és ez a komposzt ugye négyféle összetevőből áll össze, tehát ez trágya, ugye tehénló trágya. Tehát aki otthon állatot tart, ez már adott akkor hozzá? Neki ez már adott. Rakhatunk bele fűnyesedéket, illetve olyan gyógynövényeket, amelyek még a biológiáját fogják emelni. Serkenteni a kultúráját. Ugyanakkor falprítékot és egy 10%-nyi kevés kis sárga agyagos földet. Hát nálunk Nógrádból abból kifogyhatatlan mennyiség van, de akkor itt falun, vidéken, akár itt Somogyban, akár Nógrádban, akkor minden négy alapanyag gyakorlatilag az rendelkezésünk áll. Egyszerű az egyszerűnek bonyolult a bonyolultnak elv alapján. Tehát egyszerűen, ami a háztájunkon föllelhető, azt komposztáljuk. Azért, mert hogyha ezeket a komposztanyagokat összerakjuk, és ezeket egy kis figyelmességgel háztáiba átforgatjuk, ugye nem tudja mindenki megcsinálni, mint ahogy hogy van egy nagy gép, átforgassa a nagy köbméter komposztokat, de ha már csinál egy-két köbmétert magának otthon, amihez kell mondjuk egy 4 köbméternyi anyag, azt átforgatja a heti, két heti alkalommal, akkor abból egy 2-3 hónap alatt egy gyönyörű anyagot fog kapni, ami telített biológiával, nem csak kémia van benne, és ez azt fogja eredményezni, hogy azok a kis apró élőlények, organizmusok, gombák, akik benne vannak, ők egyfajta szimbiózusba fognak élni a növényeinkkel. A növény kintről segíti ezeket a kis élőlényeket bent, ők pedig bentről, információ alapján, amit a növény küld neki, adják azt a tápértéket, ami kell a növénynek. Tehát ezt saját példámon tudom mondani, például növényvédelemmel kapcsolatban, hogy az idei évben a padlizsányaimra ránéztem, beraktam őket komposztba, palántaként megnőttek egy ekkorára, elkezdtek jönni rajta a padlizsánok. Akkor elkezdődött a tavasz, az őszi méhész szezon, na mondom, jó, akkor innestől kezdve a padlizsára nem tudok többet ránézni, elkezdte lepni a krumplibogár, szomszédnéni krumplit termesztett. Mire véget ért a 2 hetes méhész szezon, több méhésznek a méhészetében dolgozunk együtt, akkor azt vettem észre, hogy a padlizsányaim azok nem hogy lelettek volna rágva, hanem dupla akkorára majd, hogy nem megnőttek. A krumplibogarak nem tudtak utána menni annak a növésnek, és gyakorlatilag utána a krumplibogarak eltűntek róla. És a növényeim azok vígan termették a padlizsánt. Ezt úgy tudták megcsinálni, hogy őnekik volt egy megfelelő életkörülmény arra, hogy ezt tudják produkálni. Kinőjék ezeket a kárterőket. És nem vagyok jól táplálva, meghalok. Ez sajnos így működik, láthatjuk. Mennyi ember halt meg a Covid alatt, amikor nem, csak azért, mert nem voltak jól táplálva. Meg orvosi ellátatlanság. Igen, nem voltak orvosi ellátás, és nem voltak jól táplálva, illetve nem volt rájuk figyelve. Tehát ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mindenki legyen bátor, ha van egy kis terület, kezdjen el nyugodtan, még ha komposztja sincs akkor is, ha már valaki kitalálta azt a fejébe, hogy nem használok vegyszert, nem használok műtrágyát, nem használok gyomirtót, akkor ott már elkezdődött egy pozitív folyamat. Reméljük, hogy minél több embernek fog megjönni a kedve ahhoz, hogy az önellátás és önfenntartás útjára lépjen. Mi ezzel a kis videóval is azt szerettük volna elérni, hogy támogassuk az embereket ebbe a célkitűzésbe, avagy hogyha még nem volt ilyen célkitűzésük, akkor hozzuk meg a kedvüket. Remélhetőleg fogunk majd még innen jelentkezni egy tavaszi időszakban is, vagy egy nyári időszakban, amikor meg tudjuk mutatni, hogy ennek a komposztnak milyen csodálatos hatása van a növényekre, és aztán ezeknek a növényeknek pedig milyen csodálatos hatása van az emberi szervezetre. Mi Hazánk Mozgalom a vidék pártjaként komolyan gondolja, hogy a mezőgazdaság lehet az egyik húzó ágazatunk és az egyik kitörési pontunk, de nem csak nagy volumenben, hanem ahogy említettük, háztáj
mennyiségben is muszáj a mezőgazdaságra rászoktatni az embereket. Éppen ezért a Mi Hazánk Mozgalom a mezőgazdasági bizottságon belül is jó magam próbálom szorgalmazni ezen a bizottságon belül, hogy próbáljon az állam valamilyen támogatást adni legalább a kezdéshez azoknak az embereknek, akik szeretnék otthon megtermelni a saját maguk élelmiszerét. Illetve hát dr. Apáti István is nyújtott be egy ilyen javaslatot a parlament elé. Mi azt szeretnénk, hogyha a magyar emberek saját magukat tudnák ellátni egészséges élelmiszerrel, és ezért meg fogunk mindent tenni a jövőben is.